Sziasztok! Ma folytatom az Age of Empires 2 Definitive Edition kampány végigjátszásomat, és az első Suryavarmanból ugye megvolt a harmadik küldetés, ahol ugye küldöttet kellett küldeni Rajendra Cholához, hogy első Suryavarman és Rajendra, vagy Rajendra, fogalmam nincs, nehéz kiejteni a nevüket ugye, között, Rajendra Chola között szövetség legyen. És most ugye jött a negyedik küldetés, ami fogalmam nincs miről fog szólni, de ugye ki fog derülni. With the alliance made and the pieces on the board, conflict was inevitable. The Tamralingas themselves posed only a token threat, but they had the support of the immense naval empire of Srivijaya. The prowess of the Srivijaya navy was unmatched. But their coalition was at a strategic disadvantage. The Khmer forces threatened the enemy by land from the north and by sea from the east, while the Cholas struck out from the west. The enemy found themselves surrounded on all sides. Suryavarman sent word to the Chola force to establish a foothold on the Malay Peninsula. Taking the initiative, he ordered the outfitting of a massive navy to challenge the Srivijayans and Tamralingas for maritime supremacy. Everything hinged on the success of the Chola force that had landed on the mainland. If they could present a formidable enough threat and occupy the enemy land forces, Suryavarman would be able to wrest control of the water and launch a devastating amphibious invasion. If the Cholas were driven from their foothold, the Khmer would be forced to face down their opponents alone. A prospect that Suryavarman preferred not to contemplate. Arjunk, ha jól emlékszem, mikor Rajendra Cholával játszottam, akkor én az egyik küldetésben pont, hogy tudtam kereskedni a Srivijayával. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de azt hiszem volt valami ilyesmi. Most pedig ugye első Suryavarman és Rajendra Chola ugye szövetségben állunk egymással, hogy legyőzzük a Tamralingasokat és ugye a Srivijayákat. És nem hagyhatom, hogy a szövetségiseimet legyőzzék. Oké, tudok menni imperiális korba és ugye 200 a populáció limit. De ugye még abban a korban vagyok, mikor lőfegyveres egységek igazából nem voltak, szóval nem tudom képezni a lőfegyveres egységeket. Amiket igazából alapból a Khmer frakció ugye tudna. A Chola allies have established a foothold in Tamralinga lands. It must be held at all costs. Rendben. Van egy olyan érzésem, hogy ez nem lesz egyszerű küldetés. Oké, én építek ide egy kastélyt. Plusz kéne még néhány hajó nekem. Bár, ti a bobránya, csolás angyol.
Batrim Gujron. Here, Batrim. Bat. Jomnum Dov. Batrim. Rania. Oké, okay, a kastély megépítése az, az jó ötlet volt. Mert ugye eléggé lefoglalja az ellenséget. Várj, most megint az, hogy ha lerombolom a tornyot, akkor megkapom a bázist? Oké, okay, hogy elnézem, nem. Oké, okay, igazából építenék még egy főépületet. Várjunk, kéne nekem... Oké, okay, kéne form. Oké, okay, a pappal ugye irány ide. Bye. Trim trash.
เนี่ยสังสองOké, okay, igazából nekem kéne egy erős flotta. Ah, csak elveszítettem a papot. Kéne egy university, és kéne a heated shotot kifejlesztem, ugye, hogy a tornyok nagyot sebezzenek, vagy nagyobbat sebezzenek az ellenséges hajókon. Oké, igazából azokat a kikötőket felrobbantanám. Oké, igazából jó lenne átmenni imperiális korba. Oké, a szövetséges az egyelőre kitart. Villager-t nem kellett volna. Oké, az épületeknek annyi. Igazából nekem sok fára lenne szükségem. Igazából sok fa és sok arany kell ugye a hajók építéséhez. Bár.
너범라냐 겸졸 바틴 에이 소스다이 네 쌍쌍 Gyerünk, kell 10 fal na végre. Oké, kéne még ugye egy tüzes hajó is. Oké, kéne még néhány kikötő. És elképesztően sok fa. Hűha, szövetségest kezdik elintézni. Oké, nekem a szövetségeshez kéne igazából eljutnom. Ja, a szövetséges kezdi elveszíteni az összes épületét.
Oké, okay, át kéne jönnöm ugye néhány extra villagerrel. Va, trim tro. Miak Samsung. Miak Samsung. Oké, okay, kicsit ugye támadni kéne az itt lévőket is. Oh! Hasténak annyi? Oké, okay, azt hiszem, hogy sikerült visszaverni ugye az ellenséges hajókat. Samsung.
Ja várjunk, az a híd le van rombolva valójában. Oké, okay, ugye az épületeket lerombolni az ágyús hajókkal elég gyors. Várjunk, az ellenség át tud jönni, de... Várjunk, én nem tudok kimenni, mert a kastély nem enged. Á, oké. Okay. Mindegy, a lényeg, hogy a szövetséges az igazából be van védve. Hát, hogy őszintén legyek, nem nagyon szeretem az ilyen hajós küldetéseket, de... Ez azért nem is olyan rossz igazából. Oké, okay, lassan elfogy a fa ugye a szigetről. Oké, okay, azt hiszem, hogy több hajóra nem nagyon van szükségem. Bár még azért képzek néhányat. Irány ide, mert le kéne győzni ugye a narancssárgát. És kifejlesztem ugye izét az elefántokat, ugye legyen elit ballista elefánt plusz ugye a technológiák mellé. Thank you.
บัญชีจ้าเอ้สุดยอดซานซองOké, okay, több hajó nem kell. Ó, elveszítettem a kastélyt. Bakker, szinte semmi fa nem maradt. Oké, bár a legjobb az egészben, hogy legalább a vizet ugye azt megszereztem. Oké, okay, a hajók... nem tudom, várjunk, itt van kastély, ezt le kell rombolni. Most már csak ugye a szövetséges kéne megvédeni, hogyha elveszíti ugye az íjászlőteret és az istálót, akkor szerintem feladja az AI. És úgymond véget ér a küldi. Veszítünk. Amit lehet ugye még az épületeket, amit csak lehet, azt lerombolom a hajókkal. Oké, okay, kéne még egy kastély. Oké, okay, kevés az arany, de ugye van egy csomó élelmem, szóval el tudom adni, meg ugye van egy csomó fám is. Oké, okay, igazából most már túl sok a villager. Ja, a izék legyőző, hogy a Tremblalingák.
សួស្តីត្រៀមរួចរាល Annyi az elefánt, annyi az egész ugye, hogy az elefántok nem lőnek valami messze. Jó, mert ugye a kéknek a bázisát ugye nagyjából a felét sikerült elintézni a hajókkal. Oké, okay, minden igaz, akkor a kéknek ez az utolsó bázisa, vagy talán még itt van egy kisebb bázis. Oké, szóval a izék ellen harcoltunk ugye, a Srivijaya Thalarokrasi ellen. Storms raged as wooden vessels rammed into one another. A deafening sound prefaced by the whistling of projectiles through the air. Thousands of men sank below the angry waves, never to rise again. The Chola land force fought bravely, holding to the last, just as it seemed that they were to be defeated by the Tamralinga Srivijaya force. Salvation arrived in the form of swarms of Khmer. Victory has a glorious taste. Over the course of a single conflict, the influence and power of the Empire were raised to unprecedented levels. Oké, okay, itt igazából nem volt semmi. Az ellenség amúgy majdnem legyőzte a izét, a szövetségesemet. Majdnem. Mindössze két épületük maradt, meg ugye néhány elefánt, meg könnyű lovas egység. Annyi az egész, hogy nem gondoltam volna, hogy épp olyan gyorsan le fogják győzni ugye a szövetséges hajókat. És ugye lerombolják a kikötőket. De viszonylag időben ugye gyorsan ráálltam a hajók építésére, és ugye rengeteg fa termelés, szinte semmi fa nem maradt a szigeten. Bakker, szinte ki lett vágva az egész. Ja, a végén ugye sikerült elfoglalni ugye a vizet, és utána pedig szárazföldön legyőztük őket. És a következő küldetés pedig lesz ugye a Nirvanapada. Meg lehet ugye, hogy a
szövetségesünkkel ugye már nem még fogunk találkozni. És hogyha minden igaz, ez lesz az utolsó küldetés, mert általában ugye 5 vagy 6 küldetés szokott lenni, de inkább csak 5 küldetés. Na jó, ám bár ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!